Nézd, most sincs ott, mondta kisöcsém bosszúsan. Öltözünk fel, és menjünk ki az udvarra. Hát csak lássad, és átakarja a hó. Így mond mesét egy alsó tagozatos, bátor hölgy, aki kimer állni a színpadra. Nem ő az egyetlen, aki érzett magában elegendő tudást, bátorságot ahhoz, hogy meséljen a Városi Könyvtár hagyományos mesemondó versenyén. Erős fagy idején, amikor a szobában jó beleg van, akkor az ablakon megjelenik egy csodálatos képződmény, ez a jégvirág. Ez az ablakunkon kinyíló csodálatos virág, ami nem is igazából virág, egyszerre jelenti az otthon melegét és a tél hidegét. Ahogy kint egyre korábban sötétedik, úgy gyújtunk egyre több fényt, gyertyát, és világítjuk meg otthonainkat. Használjuk ki ezeket a hosszú téli estéket. Igyunk finom fűszeres teját, ropogtassunk hozzá finom mézest, és meséljünk. Élő szóval, vagy olvasva, régi családi történeteket elevenítsünk föl, vagy hallgassunk szeretetről és igazságról szóló meséket. 3 napon át versenyeztek a mesemondók, külön kategóriában indultak az óvodások, következő nap az első másodikosok meséltek, végül pedig a harmadik, negyedik osztályosok. Évek óta hagyomány, hogy a karácsonykor a város legjobb kis mesemondói itt mérik össze tudásukat. Így volt ez az idén is. 3 korcsoportban az óvodások, az első-második osztályosok és a harmadik-negyedik osztályosok is összemérik a tudásukat és az ügyességüket. Nagyon nehéz dönteni, sok jelentkezőnk van. 18-19-en voltak a iskolások, az óvodások egy kicsit kevesebben, de kemény dolga volt a zsűrinek mind a 3 nap. Az első napon a zsűri tagjai voltak Plósz Csilla, volt a zsűri elnöke, a Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgatónője, Németné Tőkés Éva, aki nyugalmazott tanítónő, a Kovács Mihály iskolából jött nyugdíjba az idén, és Fülöp Ilona könyvtáros kolléganőm, a intézményünk vezetője. Az első-második osztályosoknál voltak ők. Az óvodások versenyén Kunné Nánási Mónika, a Dériné intézmény vezetője, megbízott intézmény vezetője volt a zsűri elnöke. Posztósné Kovács Éva, szintén nyugdíjas, nyugalmazott óvónő, és Ferenciné Varga Ildikó tanítónő voltak a zsűri tagjai. Illetve most lesz a harmadik-negyedik osztályosok versenye, már hallom, hogy gyülekeznek a gyerekek az előtérben. Dr. Kasuba Jánosné Vera, a Könyvtáros Tanárok Egyesületének vezetője, illetve tanítónő, ő lesz a zsűri elnöke, Koszna Anita tanító a Berekfürdőn és könyvtáros, és Varga Istvánné Zsuzsa, ő pedig nyugdíjas tanítónő. Remélem, hogy ma is nagyon-nagyon sok szép történetet fogunk hallani, hiszen mindig elbűvölnek bennünket a gyerekek. Angyalokról, hóvirágokról, karácsonyvárásról, a karácsonyi csodáról, éhes cínegékről szólnak a mesék. Úgy érzem, hogy minden évben a verseny nagyon színvonalas, hiszen nagyon sok iskolában selejtezők előzik meg azt, hogy melyik gyerekek jöhetnek ide, hiszen iskolánként meghatározott létszámú gyerek vehet csak részt ezen a versenyen, úgyhogy a maximális létszámot kihasználva 18-19 fővel lesznek ma is. Mivel a verseny évről évre színvonalasabb, a pedagógusokból, könyvtárosokból, óvónőkből álló zsűri feladata is évről évre nehezebb. A nem szigorú, de igazságos ítészek is legalább olyan jól végezték a dolgukat, mint maguk a mesemondók.